Folyamatosan újabb részletek derülnek ki al-Baghdadi meggyilkolásáról. Az amerikai védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta az iszlám állam terrorszervezet vezetőjének likvidálásakor készült videók egy részét. Elemzők továbbra is azt fejtegetik, hogy csökken, nő vagy nem változik a terrorfenyegetettség Bagdadi halála után. Georg Spötle biztonságpolitikai szakértő, most a vendégünk, jó reggel. Jó reggelt, üdvözlöm a kedves nézőket. És nagyjából én is ugyanezt fogom kérdezni, de előtte még arról beszéljünk, hogy megjelentek a sajtóban különböző információk, tudunk egy kutyáról, itt is van a fotója, aki részt vett ebben az akcióban, de szóval itt ellopott alsónadrágról és egy titkos alagútról. Mit lehet tudni, mi derült ki eddig a kulissza titkokból, hogyan sikerült elfogni Bagdadit? Te egy nagyszabású rajtaütés volt, ugye minden ilyen nagyszabású rajtaütés amivel mondjuk Osama Bin Laden-t is annól likvidálták, tehát az a CIA-val kezdődik. Tehát a hírszerzők terepen összeszednek minden olyan fontos információt, hogy lokalizálni tudjanak egy ilyen high priority targetet, hogy hívják, tehát egy ilyen nagyon magas rangú célpontot, amilyen Abu Bakr el is volt. És valóban ilyenkor nagyon szükség van DNS-re, hogy meg tudják határozni, hogy az adott házban, ami ugye azért, mint egy erődítmény ki van építve, valóban a terrorista vezér tartózkodik-e, és sikerült ezt tehát humán erőforrással egy beépített ügynök segítségével Megszerezni ezt az alsóneműt, és ott meg tudták állapítani, hogy valóban ő a keresett személy. Ugye Abu Bakr el Bagdadi volt már amerikai kézen 2004-ben Irakban és volt már róla DNS minta. Tehát összetudták hasonlítani, egyértelműen megállapították, hogy a 99%-os egyezésnél már azt mondják, hogy jó a személy, és 8 harci helikopter vett részt ebben az akcióban, 100 amerikai katona, tehát is speciális egységekről van szó, mint például a Rangers, a, vagy az úgynevezett csapkások, és természetesen ezt össze kellett hangolni, hogy az oroszokkal, hiszen azt a légteret az oroszok ellenőrzik, de hát nyilvánvaló olyan alacsonyan be lehet repülni helikopterekkel, azért is használják ezt az eszközt, ugye egy gyors helyből lefelszállás, vagy pedig grouping, tehát le, leengedik a katonákat a közelbe, kötélen, tehát le se kell szállni a helikopternek, tehát egy nagyon gyors beavatkozásról volt szó, körbevették igazából a házat, tehát behatoltak, ugye inkor mindig azon, hogy kiiktatják a külső őrszemeket, hogy olyan erősségű az ajtó, akkor ezt egy úgynevezett ilyen bridge nevű kis robbantóval berobbantják, behatoltak, és hát ugye lehet tudni, hogy hasonlóan, mint ahogy ezt Afganisztánban is csinálták, ilyen kis barlangrendszereket építettek ki menekülés útjára, és hát az volt a el-Bagdárinak, hogy pont egy ilyen de egy ilyen zsákutca volt, ahol ő befutott. És ugye nyomába volt a kutya, aki hirtelen híres lett a neve, az, az titkosított, tehát azt nem lehet megmondani. Nem, már ki is tüntették. Ki is tüntették. Arra vannak kiképezve, hogy ö, embereket, akik fegyverrel támadnak, villámgyorsan leszereljenek és földre vigyenek. Tehát úgy van a hogy a fegyvertartó kezet elkapják, csavarnak rajta egyet, ami általában törik is, és utána leviszik a földre, és amíg meg nem érkeznek, hogy a katonák, hogy őrizetbe vegyék a célszemét, addig lent tartja a földön nagy fájdalmat okozva neki, tehát ez az akció lényege. E, ugye lehet tudni, hogy a nagyon fanatikus iszlamistáknál a kutya az egy tisztátalan állat, mert Mohamednek a profétának volt egyszer egy ilyen mondás, hogy a kutyát ne szeressük, mert az egy tisztátalan jószág, úgyhogy eleve nem szeretik, és ráadásul az, mikor egy kutya támad rá, megsorokba volt szorítva. Tehát nem tudom, vannak, akik azt mondják bátorságra val, én azt mondom inkább gyávaságra val, ugye minden eh, magasrangú eh, IS katonám vagy a vezetőn volt egy úgynevezett robbanó ő, amiben plastik robbanóanyag volt, repeszképző anyagokkal, mint például golyós golyók, ezt működésbe hozta, és ezzel nem csak saját magát, hanem a gyerekeit is meggyilkolta. Tehát milyen ember az, aki a három kiskorú gyerekének a halálát is, ugye igazából így mondom, a vállára veszi. Tehát így végezte a hírhet terrorista vezér. Barack Obama elnöksége idején 2011-ben ölték meg ugye Osama Bin Laden, aki akkor az Alkaida feje volt, és akkor ugye gyakorlatilag az al Alkaida el is indult egy lejtől lefelé, és az ő helyét vette át egy idő után az iszlám állam. Most hogy az iszlám állam vezetője meghalt, és Donald Trump elnök bejelentése szerint, Keddi bejelentése szerint az egyik lehetséges utódot, vagy helyettest is uh, sikerült kiiktatni. Mi lehet a sorsa az iszlám államnak? Lehetséges, hogy a romokon alakul majd egy új szervezet, hatalmi harc fog megindulni? Mire lehet számítani? Hát ugye uh, Abu Hassan Muhajjid uh, szintén golyókától végezte, tehát ő lett volna igazából a második uh, szereplő, aki a helyébe lépett volna, Abu Bakr al Um... Nyilván olyan nagyon nagy hatalmi harccal nem lehet számítani, hiszen elvesztették a katonáiknak több mint 90%-át, elvesztették a területüket. Én most azt mondom inkább, hogy így a szájber térbe lehet őket megint megtalálni, próbálnak híveket toborozni, legfőképpen Nyugat-Európában. Tehát hasonlóan, mint az el qaeda amikor nekik leáldozott, megpróbálnak fiatalokat rávenni arra, hogy aggáljanak az iszlám állam nevében, ugye autóval, késsel vagy más módszerrel gyilkoljanak meg ártatlan civileket világszerte. És el tudom képzelni, hogy megpróbálnak majd újra összeállni valahol máshol ugye lehet tudni, hát az orosz titkos szolgálat, ami a világon az egyik legjobb, ugye az FSB az odafigyelő, hogy kik áramoltak vissza, például csecsenek, dagesztániak, meg más eh, kaukázusi országokból, akik ott harcoltak. De azért ne felejtsük el, Líbiában még ott vannak, ott vannak Szomáliában, ugye ahol Elsebab néven ismertek de hűséges kötettek az iszlám államnak, ott van a Boko tehát azért a terrorizmus nem halt meg, és most az időkerék kicsit fordul, ugye az el megint erősödött. Tehát ahogy gyengült az iszlám állam, nagyon sokan ugye visszamentek, vagy pedig átmentek az az el -Kaidához. Tehát kettő között mindig is volt egy ilyen, most hülye hangzik, egészséges rivalizáció, hogy ki tud több áldozatot e, szedő merényleteket végrehajtani. És azt lehet majd látni valószínűleg, mivel az el egész jól képített Jementől kezdve egészen a földközi tengerig, tehát az észak-afrikai Mogreb államokig. Tehát elképzelhető, hogy most megint ők lesznek a nyerők, és majd végrehajtanak egy-két olyan terrorszervezetet, hogy nagyon sok szimpatizán csatlakozom hozzájuk. Meghát hát is lehet számítani ugye a halott vezér miatt. Van egy másik témen is, szíriai, szudáni embereket találtak egy hűtőkamionban, 12 embert, ők élve, őket élve sikerült megtalálni, nem úgy, mint ugye egy héttel ezelőtt azt a 39 személyt, akit ugye holtan találtak, szintén egy hűtőkamionban. A bevándorlók valószínűleg az Egyesült Királyságba akartak bejutni. Most megszaporodtak ezek az esetek, és ennek mi az oka, vagy csak most uh, sikerült, és többen buktak le? Többen buktak le, én úgy vélem. Tehát nagy valószínűséggel lehet látni, ugye, hogy Belgiumból nagy a fele, ugye mennek az áruk. Azt már ki lehetett deríteni, ugye, amikor a szegény emberek, ott a 39 ázsiai ember ugye megfulladta a kamionban, illetve megfagytak a kamionban, hogy ez nem egy egyszeri eset volt. Tehát, hogy a rendőrség kihallgatott ott szemtanúkat, akik a környéken laknak, ők mondták, hogy többször láttak már ilyen kamionokból, vagy konténerekből idegeneket lehet láthatólag nem briteket kiszállni, és találtak is a környéken szemetesekbe eldobott idegen útiokmányokat, különböző közép vagy pedig afrikai országokból. Tehát nagy valószínűséggel most egy kicsit ráfókuszáltak ezekre a konténerekre, és ugye nem csak szúrópróbál ellenőrzések lesznek, hanem el tudom képzelni, most szinte minden egyes konténert ellenőriznek, ami Nagy-Britannia fele megy. Ezért is például nem Dover volt múltkor is ugye a, a, a cél kikötő, hanem Purfleet, amit sokkal kevésbé ellenőriznek, és hát az embercsempészek nyilván nem ostobák, keresnek egy kisebb kikötőt, esetleg, ha tudnak valakit le is fizetnek ott, és ugye sajnos mindig lehet találni olyan embert, aki beenged például a jó pénzért konténereket illeg alesokan Georg Spötlének köszönjük a hasznos információkat. Öröm volt.